Megcsillan a lámpa fénye a Tócsában, a miniszterelnökséghez tartozó Forster Gyula örökségvédelmi központ épületének pincéjében áll a víz. Az üres, fűtetlen épületben egy hete eltört a távfűtővezeték. Éjjel történt ez a ö, ö, csőtörés, akkor azonnal nekiláttak a, a, mentéshez. Lövei Pál művészet történész évtizedekig dolgozott itt. Ő juttatta el hozzánk ezeket a fényképeket. Azt mondja, a központ dolgozói próbálták menteni a felbecsülhetetlen értékű dokumentumokat, amelyek között 140 évesek is Az épület aulájában terítették ki a papírokat, amelyek főleg a műemléképületek dokumentációját, tervrajzait tartalmazzák. Ez egy páratlan gazdagságú anyag, több mint 500 ezer negatív. És még 100 ezer egyéb dokumentum van a dobozokban. Ha megsemmisülnek, nem lesz majd mi alapján helyreállítani a műemlékeket. Vannak olyan anyagok, amik menthetetlenek, tehát például tekercsben, ő, ő, őrzött pausz rajzokat elázva nem lehet menteni. Lövei pás szerint a padlón szárítással már nem lehetett mindent megmenteni. Füstölt a kémény Madélben, ideiglenes fűtőberendezésekkel próbálják tartani a meleget az épületben. Kell a hely a kormánynak a várban, a Forster Gyura örökségvédelmi központnak azért kell innen mennie, ezért voltak dobozokban a pincében a dokumentumok. Mindent kihortak ezekből a pincehelyiségekből és azokat az anyagokat, amelyek elásztak, azokat az Aulába és az épület különböző helyein elkezdték kiteregetni. Van, ami menthető, illetve sok mindent tudtak szkennelni, rohamunkába. A gyűjteménynek azonban már itt a 11. kerületben kellene lennie. Az eredeti tervek szerint már 2016 nyarán ide kellett volna költöztetni a Forster Gyura központ dokumentumait. A teljes anyag épségben már biztosan nem érkezhet meg ide a csőtörés után. Úgy tudni a csúszás azért történt, mert nem volt kész a raktárépület. A miniszterelnökség kérdésünkre azt közölte, a gyors és szakszerű mentésnek köszönhetően minden irat megmenekült. Hozzátették, 2017 tavasza előtt nem költöztethetik a dokumentumokat, egyrészt mert hideg van, másrészt mert még mindig nincs kész a raktárépület a 11. kerületben.